A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! Itt vagyok Barcelonában, és épp a város egyik legkülönlegesebb épülete felé tartok, méghozzá a Torre Glorishoz. Már első ránézése sem mondhatni szokványos felhőkarcolónak a Torre Glorias, azaz magyarul a dicsőség tornya. Első neve Torre Akbar volt, de szokatlan alakjának köszönhetően most is több becenévre hallgat, mint például a Coupe. Jean Nouvel francia építész tervezte. 1999-ben kezdték el a terület előkészítését, az utolsó simításokat pedig 2004-ben fejezték be. Sajnos a turisták csak kívülről csodálhatják meg az épületet, mivel hogy ez most egy irodaház, méghozzá a barcelonai vízművek székhelye. Torony 144 méter magas, 38 szintes, ám ebből 4 emelet a föld alatt található. Megépítéséhez 25 ezer köbméter betont és 125 tonna acélt használtak fel. Mindehhez pedig 1170 munkásra volt szükség, na meg 130 millió euróra. Jean Nouvel szeretett volna elrugaszkodni a tipikus amerikai felhőkarcolóktól, éppen ezért egy gejzírt próbált meg megformázni ezzel az épülettel. Egy vízellátó céghez valóban találó a gejzírforma. Sokaknak eszébe juthat róla egy földből feltörő vízsugár, viszont egyeseknek a torony látványáról inkább a mászás ugrik be. Ellen Robert francia sziklamászó, vagy másik nevén pókember kétszer is megmászta a Torre Glorias-t, hogy a libanoni békéért tüntessen. Sokan kritizálták a tornyot, amiért nem illeszkedik bele Barcelona építészetébe. Később azonban a város legnagyobb ikonjává vált. Köszönhető ez többek között az ablakainak. Ám ezek nem hétköznapi ablakok. Először is több mint 4500 van belőle, másodszor pedig ledes eszközökkel van felszerelve. Ezzel a technológiával a rendszer 16 millió szint képes létrehozni a felhőkarcoló falán. Ezen kívül a torony külső részén vannak olyan hőmérséklet érzékelők, amelyek szabályozzák a homlokzat ablak problémáinak nyitását és zárását. 2011-ben a torony el is nyerte a zöld épület díját az energiahatékonysága és az alacsony szén-dioxid kibocsátása miatt. A torony népszerűsége olyan nagyra nőtt a turisták számára, hogy még helikoptertúrákat is szerveznek. Ez a nemzetközi elismertség is bizonyíték arra, hogy a Torre Glorias nem hiányozhat a világ 100 híres épületeinek a listájáról. Mához egy héthez egy olyan épületet hozok el nektek, amely nem akármilyen rekordokat döntött meg. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.